Na szóval, hát ugye jött hozzánk a hajó, ami egyébként még keresztelés alatt van, nem lövöm le a poént, hogy mi lesz a neve, de ami a lényeg, hogy jött hozzá egy ilyen hal radar és GPS. Röviden ennyi, tehát navigálni is tud, térkép is van, illetve mélységet mérni, meg halakat is mutatja. Csak az a baj vele, hogy nincsen rajta térkép. És hát én nem vagyok a Choresz Moresznek a híve egyébként, tehát hogyha valamit normális áron adnak, akkor meg főleg nem is éri meg szerintem vele mókolni, mert többe kerül az embernek az ideje, mint hogyha kifizeti az árát, aztán ide jön a tökéletes termék. Úgyhogy meg is rendeltem egy horgászboltból a legális Lorenzre való térképet, úgyhogy ezt próbáljuk most bele, hogy hogyan működik, és akkor majd mutatom az eredményt, meg mondom a továbbiakat is még. Hát volt egy kis zavar az erőben, mert ugye ez egy régi készülék, és egyébként általában is a mobil készülékek azok nem olvassák az NTFS-t, tehát NTFS-re nem szabad egy kártyát formázni, ezt tudnia kell egyébként mindenkinek, aki ilyesmikkel bánik. Ugye FAT32-re, vagy esetleg EXTFAT-ra lehet, de már az EXTFAT is egy-két készüléknél nem támogatott. Úgyhogy most FAT32-re vissza lett formázva a kártya, előtte az adatok lelettek róla mentve, és szépen vissza lett téve, vissza lettek rá téve, és akkor most megnézzük, hogy talál-e valamit a rendszer. Azt mondja, hogy beállítások. Hoppa. Menü. Rendszer. És kicsit. Hopp, 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 jó napot kívánok! Hát nem is tudtam odáig eljutni. Hogyan megyünk vissza, Pages? Na tessék csak! Megnézni. Hát itten vagyunk, kérem szépen. Ente. Itt vagyunk a térképen. Ugye zoomolok bele, bocsánat. Eltávolodunk. Egy kicsit, tessék, ott van a szob, meg minden. Úgyhogy ez működik. Ez volt a probléma. Látszik, hogy hol hajóztunk az öbölben, ott vannak rajta hajózásaink rózsaszínnel, hol lehet pecázgatni, hogy el lehet vinni arrébb a kurzort, vasaharc, nagyon klafa. Úgyhogy ennyi. Tehát megkaptuk a pénzünkért, amit ígértek. Nézzük meg, hogy van az átony. Nézzétek csak, rámegyünk az átonyra. Enter. Enter. És akkor nagyítsunk vele. Hát majd, ha vízén leszünk, azért ott csak jobb lesz egyébként. Hát itt van. Az összes ügyesség, meg minden itt van a Dunával. Dunával kapcsolatban. Na, úgyhogy ennyi. Majd mutatom működés közben is, de ami a lényeg, hogy működik, megvan. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!